Ez itt a Budapest Percek, nagy örömmel üdvözlöm Önöket. Faix Csaba, a Budapest Brand Nonprofit ZRT vezérigazgatója lesz az első vendégem. Mielőtt viszont megszólítanám, gyorsan képbe helyezem Önöket, hogy miről is fogunk főként beszélgetni. Május 22-én lezárult az elmúlt évek egyik legnagyobb budapesti beruházása, a 3-as metróvonal felújítása. A főváros méltó módon zárja le ezt az átszállásokkal, pótlóbuszokkal, mozgó lépcsőzéssel és várakozással túlterhelt 5 évet. Budapest Metró Fesztivál néven különleges kétnapos rendezvényt szervez június 15-én és 16-án a metró felújított állomásain. Koncertekkel, kiállítással, stand-up comedy-vel és játszótérrel vár mindenkit a Metró Fesztivál. Az M3-as, azaz kék metró vonalán az utazók a Nagyvárad tér, a Korvin negyed, a Kálvin tér, a Deák Ferenc tér, az Arany János utca, a Nyugati pályaudvar és a Lehel tér megújult megállóiban számíthatnak szokatlan és különleges élményekre. Mi a célja pontosan ennek a fesztiválnak? Milyen eredményt szeretnének elérni ezzel? Jó napot kívánok! Hát nagyon, nagyon pikírt vagyok, akkor azt mondom, hogy egyfajta kanosszajárás, egyfajta hála a budapestieknek. Bocsánat, kérés! Igen, egyfajta köszönet. Inkább azt mondanám, hogy azt az 5 évet, ami a metró felújítás alatt problémát, nehézséget, átszállást, mozgó lépcsőzést okozott, azt valahogy megköszönjük. Másfelől pedig talán aki nem is metrózik rendszeresen, az újságokban már láthatta, hogy egészen elképesztően menők lettek ezek az állomások. És azt gondoltuk, hogy egy ilyen fesztivállal, azon túl, hogy ez a programokat viszünk, és van úgymond még valami, amiért érdemes lemenni, azt reméljük, hogy ezzel egyúttal meg is mutathatjuk azoknak is ezeket az állomásokat, akik amúgy nem járnak metróval, mert lehet, hogy a programok miatt lejönnek, és megnézik, hogy mi történt az M3-as vonalán, mert egyébként nagyjából azt mondom, hogy nem lehet ráismerni a metróvonalra, nem lehet ráismerni a megállókra, és azt gondoltuk, hogy ez egy akkora meló volt, annyi szívás volt ezzel, hogy megéri egy ilyen ünnepi, egy ilyen jó hangulatú fesztivállal, metrófesztivállal lezárni a felújítást. Csak hogy rögzítsük, és biztos, hogy jól értem-e. A föld alatt lesznek ezek a programok a metró megállókban? Vegyesen, de így van. Tehát alapvetően a föld alatt két helyszín van, ha úgy tetszik. Van maga a peron, ahova ugye megérkezik a metró. Itt azért biztonsági szempontok miatt nem lehetett minden programot megvalósítani. Tehát például nem tudunk ide mondjuk olyan koncertet vagy egyebet vinni, ami veszélyes lehet abban, hogy valaki leesik. Ezért vannak programok, amik az aluljáró szinten vannak. Azok is a föld alatt vannak, de azok az aluljáró szinten. Tehát ezekben a megállókban vegyes, hogy éppen hol lesz a program, vagy hol nem lesz a program. De így van, ezek a föld alatt történnek, úgyhogy bárki, aki metróval jár, akár csinálhatja azt is, hogy leszáll mindegyik állomáson. A szlogenjének a fesztiválnak egyébként az, hogy menni jöttél, maradni fogsz, mert azt reméljük, hogy ezek a programok egyébként direkt úgy vannak összeállítva, hogy nem egy több órás program, hanem egy 5-10 perces programelemek vannak, tehát tulajdonképpen tényleg egy kicsit, hogyha mindenki ott marad, akkor tudja élvezni, és együttel meg is tudja nézni a megállókat. Ugye nagyon frissen megjelent néhány név, hogy kik fognak ott lenni majd a különböző helyszíneken. Tudna most mondani néhányat, hogy kik lesznek az igazi sztárok, akik miatt esetleg érdemes oda menni, belehallgatni, megtekinteni ezeket az előadásokat? Abszolút. Talán a úgymond legnagyobb sztár, vagy hogy úgy mondjam, a legadekvátabb az a Neo nevű együttes, akik... Az első naponta 15-én csütörtökön játszanak a Nagyvárad téren, este 7 és 8 óra között, vagy 8:30 között. Ők voltak ugye a Control című filmnek a betétdalát, ők írták. Tehát azért gondoltuk őket igazán autentikusnak, és a Nagyvárad térnél ott van egy ilyen kvázi karzat, tehát ott egy nagyon izgalmas koncert settinget lehet beállítani, és őket hívtuk erre a helyszínre. Igyekeztünk egyébként a helyszíneket úgymond tematizálni. Tehát a Nagyvárad téren vannak az úgynevezett zenei vagy koncert jellegű programok. Mind a két nap reggel már azzal indul, hogy egy reggel 7 és fél 10 között, tehát a csúcs időszakban egy ilyen, mondjuk úgy, hogy egy DJ set hangzik majd el a Nagyvárad téren. Tehát egy ilyen kellemesebb, mi akarjuk tenni ezt a reggeli indulást, csütörtökön és pénteken is, és ott lehet zenét hallgatni, és akkor utána lesz még egy jazzkoncert,
csütörtökön a Nagyvárad téren, aztán pedig este ez a Neo koncert. A Corvin negyed, hogy ne a metró vonalát kövessem, az pedig egy ilyen stand-up-os helyszín lenne, ahol azt gondoltuk, megint csak egy kicsit tényleg próbálunk önironikusak lenni, egy ilyen metróst. Ez a roast, ez egy angol száz világról bejött műfaj, amikor tulajdonképpen szivatják a főszereplőjét az adott programnak, roastolják, ez az égetik ez annak az ilyen áthallása, és a metró felújításról készülnek ilyen rövid stand-upok, hogy mit is kellett ezzel hívni, vagy mit is okozott, vagy hogy jelentett, mit jelentett, és ezt a stand-upot egyébként egy nagyon fiatal csapat, egy stand-up csapat a Budapest készíti, és ezek is direkt úgy vannak itt, egy 5-6 perces számokat csinálnak, tehát tényleg pár percre is meg lehet hallgatni, meghallgat az ember egy előadót, vagy egy jelenetet, és aztán tovább megy. A Calvin tér az egy nagyon izgalmas lesz, de egy játszóteret raktunk be. Csúszdával lehet például lemenni majd az aluljáróba, wow. Lesz falmászó fal, ezt az aluljáró szintre visszük le, lesz labdamedence, vagy ilyen twister, ezt ha ismerik, ugye amikor azonos színre kell tenni a kezed, lábat, így össze-vissza lehet gabajodni, a metró három színe, a piros, a kék, a sárga adta egyébként az inspirációt, tehát ott meg gyereknek lehet lenni egy kicsit, és különben várjuk is a gyerekeket. Lesz még színház egyébként az Arany János utcában, a Momentán társulattal, egy ilyen rögtönző színház, és még a zene a Nyugati pályaudvaron is jelen lesz, ahol például lesz balett, és a Soha Róza énekkarnak is egy ilyen flashmob-szerű fellépése. Tehát úgy időzítettük egyébként a programokat mind a két napon, hogy a reggeli csúcsidőben és a délutáni esti csúcsidőben legyenek, tehát akkor tehát lehet ezekbe belefutni. Ó, azért ez felvet kérdéseket, mert éppen erre kanyarodtam volna rá, hogy mennyire fogják akadályozni majd az utazókat ezek a programok, mert biztos nagyon sokan lesznek olyanok, akik egyáltalán nem kíváncsiak arra, hogy mi történik, ott csak A-ból B-be el akarnak jutni lehetőleg minél hamarabb, vagy a megszokott tempóban. Ehhez képest nem lesz-e akadályozó az ő számukra, hogy ott azért elég sok ember, vagy plusz ember meg fog jelenni ahhoz képest, mint amennyi mondjuk közlekedni szokott abban az idősávban. Meg lehet, de ez még mindig kisebb akadály lesz, mint amit az elmúlt 5 évben el kellett szenvedni, ha vicces akarok lenni, de nem egyébként, nyilván próbáltunk arra figyelni, ez egy nagy dilemma volt egyébként, hogy milyen fesztivált szervezünk. Olyan fesztivált, amikor azt mondjuk, hogy akár aznap a úgymond nem jár a metró, vagy üzemzárás után indul, és akkor, ahogy mondja, nem tart fel senkit, aki az eseményre jött, vagy pedig pont, hogy olyat, hogy az is belefusson, aki használja a metrót, aki csak közlekedik, és mi az utóbbi mellett döntöttünk, és nyilván így van, emiatt azért olyan programokat hoztunk, ami nem blokkolja az egész közlekedést, ami mellett, hogyha valakit nem érdekel, mondjuk egy stand-upos, nyilván azért, ha valaki már látod egy stand-up estet vagy előadást, azért az látja, hogy ennek van egy ható sugara, tehát nem tud az egész peronszint akkor beszömörülni és egy ilyen áthatolhatatlan tömeget képezni, de kicsit meg azt is remélem, hogy lehet, hogy tényleg nehezebb lesz azokon a napokon közlekedni ezeken a peronokon, mert az azt jelenti, hogy jó programokat csináltunk, ami érdekli az embereket. Milyen típusú fesztiválokat monitoroztak adott esetben? Itt arra gondolok, hogy van-e külföldi mintája ennek a föld alá bevitt fesztiválnak, vagy pedig tulajdonképpen nulláról indultak, és önök próbálták kitalálni, na, hogy ezt mondjuk ide helyezzük, ez logisztikailag itt néz neki jól, ide ilyen típusú zenekart hívjunk. Mi volt a kiinduló pont, amikor a szervezést kezdték? Tulajdonképpen a legfontosabb kiinduló pont a megvalósíthatóság volt. Tehát pont, amit itt az előbb beszéltünk, hogy a például a Nagyvárad téren ott olyan az egész kialakítása a megállónak, hogy föl tudunk tenni egy zenekart, hogy játszan. Tehát nyilván egy olyan helyen, ahol mondjuk csak nagyon kicsi ez az a szélesebb megállótér, ahol ugye a két irányú járatnak ugye össze találkozik a közönsége, az kevésbé adta magát. A BKV embereivel nagyon sokat beszéltünk, elképesztően sokat segítettek, és ötleteltek velünk, hogy mi az, amit lehet
hogy mi az, ami balesetveszélyes, mi az, ami nem balesetveszélyes, de nem működik az adott térben. Ők nyilván azért ismerik ezeknek a megállóknak a mozgását, a flowját, hogy honnan, hova mennek, milyen sűrűséggel. Ez egy hosszú fejlesztési folyamatot, ez bent a kollégáim végezték, és nagyon sok ember adott nekünk ötletet, inspirációt, és így állt végül össze ez a 7 megálló, amihez egy ilyen tematikus programot tettünk, és akkor még egy megálló megemlítenék, ez pedig a Deák Ferenc tér, ami ahol egyébként lesz egy ilyen, ezt neveztük ki fesztiválközpontnak, de itt lesz gasztró pont, ahol lesznek food truckok, illetve elhívtuk a Nem Adom Fel kávézót, akik nem tudom, hogy mennyire ismerik a hallgatók, itt úgy megváltozott munkaképességű emberek dolgoznak, tehát szerettük volna mindenképpen ezt az inkluzivitást is megjeleníteni, úgyhogy a Deák téren lesznek ezek ez a program, illetve még egyébként a Baltazár Színház is fel fog lépni az Arany János utcában, a pénteki napon, és a Deák téren lesz még egyébként egy kitelepülés, az Én Budapestem applikációnak a kitelepülése. Ebbe a programba ezt is beillesztettük. Na, éppen erről akartam beszélni, hogy akik mondjuk most autóvezetés közben, ugye kedden 2 órától, délután 2-től kerül ez adásba, ez a mostani beszélgetés, mi most éppen itt péntek dél körül ülünk valahol. Szóval a kérdés az, hogyha valaki szeretné lejegyezni a programokat, és mondjuk éppen autóban ül, akkor ezt nyilván nem tudja megtenni. Mi most úgy nagyjából átfutottunk ezeken, de mondjunk, adjunk támpontokat azoknak, akik szeretnék igenis átvizslatni, hogy mikor, hova mehet, milyen előadásokat, milyen előadókat láthat majd, és ezzel kapcsolatban akkor említsük meg ezt a bizonyos applikációt. Itt két alapvető forrás van itt, ez az egész Metro Fesztivál, a Metro felújításának az megünneplésen kívül a főváros 150. egyesítésének 150. évfordulójára rendezett ünnepségsorozatnak is az eleme. És minden olyan programot, ami a 150. évre készül, azt a 150.budapest.hu oldalon megtalálhatnak. Tehát ha valaki ezt most mind nem tudta megjegyezni, akkor azt meg tudja találni. De a másik pedig, hogy ezen a héten indul el az Én Budapestem applikáció. Az egy applikáció, amit a Play Store-ban vagy a Apple Store-ból le lehet tölteni. Mindenki számára hozzáférhető. És ebben egyrészt hírek vannak Budapestről, másrészt benne vannak a programok, így a Metro Fesztivál programja is, de ami ennél talán még izgalmasabb, hogy ebben különböző kuponok vannak, és a budapesti lakosok, tehát ez kell egy budapesti lakcímkártya, kedvezménnyel, nagy részt, általában 20%-os kedvezménnyel mehetnek a budapesti múzeumokba, a budapesti mozikba, a Trafo előadásaira, a Szabó Ervin könyvtárba, sőt, június 5-től, tehát akkor tegnaptól, ha így fogalmazhatok, a fővárosi gyógyfürdőkbe és a strandokra is kedvezménnyel lehet jegyet venni, és dolgozunk azon, hogy a fővárosi állatkert is bekerüljön ebbe az applikációba. Tehát ez mindösszesen annyi kell, hogy letöltsék ezt az applikációt, Én Budapestem applikáció neve, legyen egy budapesti lakcímkártya az embereknek, mert ez a budapestieknek szól ez a kedvezmény, és akkor ezekre ezekbe az intézményekbe, ezekre a programokra kedvezménnyel lehet menni, illetőleg el is lehet olvasni, hogy mi történik a városban, milyen a fesztivál, milyen események vannak. Pár nappal ezelőtt, és akkor most már ezzel témát is váltanánk, egy nemzetközi futball kupa döntőt rendeztek, Európa Liga döntőt a római és a Sevilla között. Ezzel kapcsolatban ön is nyilatkozott. Nem haragszik, akkor ne fel is olvasom. Ország és városimás szempontból valóban értékesek ezek a nagy tömegeket vonzó egynapos rendezvények, bár más kérdés, hogy az egyészakás vendégek többnyire nagyon kötött pályán mozognak. Délelőtt érkeznek, délután melegítenek az estére, ami a vendéglátósoknak jelenthet extra bevételt. A szállodások könyveiben is jól fest a teltházas éjszaka, de a város keveset profitál ebből, hiszen ezek a rendezvénylátogatók nem mennek étterembe, nem néznek ki az állatkertbe, és fürdőt sem vesznek mondjuk a Gellértben. Ráadásul az egynapos rendezvényeknek rettentően nagy az ökológiai lábnyoma. Ha ezek alapján ön mérlegre teszi azt, hogy legyen-e egy ilyen nemzetközi kupadöntő ennyi emberrel, akkor mit mond erre? Ugye említette az ökológiai lábnyomot, azt, hogy a főváros keveset profitál ebből. Ön támogatja, vagy inkább ellenzi azt, hogy ilyen nagyszabású sportrendezvényeket rendezzen a főváros? Ugye még azért ehhez hozzájön, hogy ennek sok esetben vannak nagyon borsos rendezési költségei is. De ez egy világon mindenhol folyó vita, hogy megéri-e,
és hogy mikor éri meg, hány napnál éri meg, melyik típusú rendezvény éri meg. Ugye, amiről beszéltem, hogy tényleg ez a nemzetközi láthatóság, ez egy nagy érték egy városnak, viszont ezt iszonyú nehéz mérni. Tehát Budapesten volt az Európa Liga döntője, oké, hány olyan John Smith van Angliában, aki azt mondja, hogy basszus, hát ez a város ez így jónak tűnik, menjünk el. Mert ez a lényeg, itt tud a város, itt élheti meg, ez viszont ugye képtelenség mérni. Én azt gondolom, hogy az egynapos rendezvény, nehéz emiatt ilyen számot felállítani, és az Európa Liga globális nézettsége kellene, hogy a mérőszám legyen. Én az egynapos események esetében nem vagyok meggyőződve arról, hogy ez megéri, de tényleg azt számít, hogy hány ember ül a tévé előtt, és hányan érzik ezt. És hányan döntenek így. Az atlétikai VB, ami ugye majdnem 10 napig tart, az már szerintem az a kategória, főleg, hogy egyébként azt szokás mondani, hogy az a világ második, harmadik legnézettebb eseménye, ott pont a hossz miatt már ez a kép nagyon árnyalódik. Ugyanis az idejövő vendégek, különösen, hogyha messziről jönnek, mondjuk Amerikából, és nyilván egy Európa Liga meccsnél ez azért atipikus, ők akkor már nem csak arra a pár napra jönnek, és ők már tényleg úgymond felfedezik a várost, és tényleg a városnak hoznak bevételt, a városnak generálnak forgalmat. Tehát azt én sokkal jobb iránynak, sokkal okosabb iránynak tartom. Ott kevesebb az ilyen hitvita avval kapcsolatosan, hogy hát figyelj, ezt tényleg tök sokan néztek, ide fognak jönni, meglátogatják utána Budapestet, mert pont azért, mert a hosszabb tartózkodás miatt egész egyszerűen már az effektív sporteseménynek a nézői is jelentenek bevételt, költést és egész egyszerűen forgalmat a városnak és az itt élő vállalkozóknak. Akkor lerövidítve, ugye nem mérhető, hogy a brand mennyire épül egy napos rendezvény esetén. Ön, ha mondjuk önt kérdeznék meg, hogy rendezzene mondjuk Bajnokok Ligája döntőt, akár jövőre a Budapest, tehát hogy a főváros, akkor ön erre mit mondana? Mit javasolna mondjuk a kormánynak, vagy azoknak, akik benyújtják a pályázatot? Ha egyáltalán meghallgatnák? Hát a fogalmam sincs, hogy ha nincsen mellé más pénzügyi vállalás, tehát a városnak effektíve nem kerül pénzébe, hogy meg idehozza ezt azt a rendezvényt, akkor egy Bajnokok Ligája döntőjén én azt mondanám, hogy megéri. Hogyha még erre a városnak külön, hogy az országnak, vagy a rendező, most mindegy, hogy az MLS, hogy érti, hol van, akkor én azt gondolom, hogy nem. Ráadásul, hogyha a diverzitásban gondolkodom, miután most volt itt az Európa Liga döntő, most volt itt az Európa Bajnokság, én lehet, hogy most már foci helyett valami más irányba mennék, mert ezek az emberek, akik nézik ezeket az eseményeket, úgymond már látták Budapestet, mert vagy úgy döntöttek, hogy eljönnek, vagy úgy se jönnek el, úgyhogy én lehet, hogy azért a BL-t most már nem forszírozom. Milyen most Budapest nemzetközi megítélése? És tudom, hogy nagyon nehezet kérdeztem, hiszen ugye egy főváros, vagy akármilyen város brandértékének meghatározása az nem biztos, hogy pontos mérőszámokkal lehetséges. Ha mégis, akkor most segítsen. Mi a tapasztalat nemzetközileg, mennyire kedvelik most a fővárost? Alapvetően teljesen igazán van, hogy nehéz mérni, de azért mégis lehet mérni, hiszen van az úgynevezett, így van, a vendégészakák száma, hogy hány vendégészakát töltenek Budapesten, és ugye a turizmus itt a Covid és egyebek miatt egy még mindig ilyen felépülőben lévő ágazat, de azt látjuk, hogy nem fogjuk várhatóan a 2019-es rekordévet elérni, 2022-ben, de nagyon közel leszünk hozzá. Ez azt jelenti, hogy a vendégek visszatérnek. Tehát a úgymond lábbal szavazás eredménye az, hogy a fővárost azt egyébként szeretik, és továbbra is látogatják. Ami nehézség, és amiről jönnek visszajelzések, hogy azért egyre drágább, az, hogy drágábbak lettek a fapados jegyek, és ez Budapestre most egy picit lejjebb mentek, de alapvetően drágábbak lettek, az viszont érezteti azt, hogy hányan választják ezt az úti célt. Kell látni, hogy Budapestet azért, különösen amikor nagyon gyenge a forint, akkor azért a kisebb pénzű vendégek látogatják, akiknek egy osztás után kiderül, hogy egy korsó sör, az nem tudom, 2 fontjukba kerül, míg otthon 5. És nyilván ez az a csoport, akik elsősorban idejönnek, ezt egyébként a város nem szereti. Ők majdnem olyanok, mint az Európa Ligások, ezek az úgynevezett hétvégi lánybúcsú, legénybúcsú közönség. Ők azok, akik tényleg annyiban jobbak, ha lehet így mondani, mint az Európa Liga vendégei,
hogy ők egyébként költenek azért, tehát ők viszont tényleg egész nap ugye kocsmáznak, meg elmennek különböző szabadulószobába, ők a fürdőbe is elmennek, stb. Stb. Viszont iszonyatosan lelakják a várost. Tehát ami a Budi negyedben van, az infrastruktúrában, a megállókban, a szemetesekben, az utcában, a utcár pisilésben, azok viszont ugye ennek az árnyoldalai, ezeket a turistákat szeretné egyébként minden város leváltani olyan turistákra, akik úgymond kultúrátlan viselkednek. Mi ezen az úton vagyunk, tehát egyébként nem biztos, hogy mindig a darabszámot kell nézni, mert ha van egy ilyen minőségi váltás, az egyébként sokat jelent. Ha a hírnévre kérdez az ember, azért az is látszik, és ezeket az elsősorban anekdotikus visszajelzéseket azért megkapjuk, hogy a Magyarország politikája az sokakban visszatetszést kelt, és nem választják úti célnak. Tehát az például konkrétan... Ez tudjuk, mérhető? Például a... Ugye nem. Tehát hogy tudok mérni egy olyat, hogy nem jött. Akartam, de nem jövök. Azt viszont tudjuk mérni, hogy például nálunk, az ügyfélszolgálatunkra sokszorosára nőtt az olyan kérdéseknek a száma, hogy biztonságos-e melegként, vagy LMBTQ közösség tagjaként Budapestre jönni, hiszen a kormánynak a politikája az ugye hát legkevésbé sem barátságos. És egyébként ez a közösség, most nagyon opportunista módon nézve, ez egy remekül költő, ez egy nagyon vágyott vásárlói réteg minden iparágnak egyébként. És ott biztosak vagyunk abban, és ezt halljuk is egyébként szervezetektől, hogy ott nem választják Budapestet. Tehát ez biztosan probléma, és ez ugye egy reputációs kérdés, mert egyébként az, hogy most mennyire szép a város, vagy mennyire klassz programokat tud ajánlani, ez nyilván nem változik, de a döntéskor bekerül ez a faktor, és ezzel a főváros nem nagyon nehezen tud mit kezdeni, nyilván ezt máshol lehetne orvosolni ezt a problémát. Hát reméljük, hogy azért ez változni fog, illetve mondom még egyszer, Budapest Metro Fesztivál június 15-én, 16-án jó fesztiválozást és jó szervezést kívánok Önöknek. Faix Csabával, a Budapest Brand Nonprofit ZRT vezérigazgatójával beszélgettem. Viszont hallásra! Budapest hírek a Spirit FM-en. Az összes trollibusz megérkezett Budapestre, abból a 48 járműből álló flottából, amelyet kedvezményes áron sikerült beszereznie a BKK-nak. Tavaly ősz óta összesen 285 vadonatúj autóbusz érkezését jelentették be a BKK szolgáltatói. A villamos park is korszerűsödik, a következő években összesen 51 modern, alacsonypadlós és légkondicionált KAF villamos érkezik a fővárosba. Adománygyűjtő akciót indít Beregszász megsegítésére Karácsony Gergely főpolgármester és Baranyi Krisztina Ferencváros polgármestere. A főváros bankszámla számára küldött utalással mindenki támogathatja a kárpátaljai magyarokat. A fővárosi önkormányzat a felújítás alatt álló Lánchíd egykori kandellábereit ajánlja fel Budapest és a 9. kerület testvérvárosa megsegítésére indított jótékonysági árverésre. A tárgyi adomány felajánlásokat a help.ua@budapest.hu e-mail címen várják, az adománygyűjtés egy hónapon át tart. 170 kiállító várja az érdeklődőket június 8-a és 11-e között a Vörösmarty téren és a Dunakorzón a 94. ünnepi könyvhéten. A Vörösmarty téren és a Vigadó téren felállított színpadokon és a könyves pavilonoknál 4 nap alatt több mint 60 könyv bemutató, csaknem 1000 dedikálás, beszélgetések, kézműves foglalkozások, koncertek és könnyedebb esti programok várják az érdeklődőket. A főváros híreit hallották. Ez továbbra is a Budapest percek, és akkor kanyarodjunk a Lánchídra. A tervezett őszi határidő helyett már nyáron befejeződhet a Lánchíd felújítása. Karácsony Gergely főpolgármester jelentette ezt be Facebook posztban. Kiemelte Karácsony Gergely, hogy Magyarországon ugyan megszokhattuk, hogy a beruházások csúsznak, ez azonban gyorsabban halad, így másfél hónappal korábban végezhetnek a munkálatokkal. Puskár Anett, az A-híd ZRT kommunikációs vezetője a vendégem. Szia, üdvözöllek itt! Szervusz, köszöntöm a hallgatókat! És akkor rakjuk rendbe az elején, hogy az A-híd milyen szerepet játszott a Lánchíd felújításában. Mit csináltatok ti? Az A-híd maga a Lánchíd felújítását végző cég. Ez egy olyan közbeszerzés volt, amelyet egyedül nyert meg az A-híd, ezért a fővállalkozójának a kivitelezésnek. Ez azt jelenti, hogy nyilván a főváros
égisze alatt és a BKK Budapesti Közlekedési Központ megbízásából mi végezzük a híd teljes felújítását. Hogy sikerült összehozni ezt a csodát, hogy Magyarországon egy beruházás az korábban befejeződhet, mint a tervezett? Ez milyen magic, amit ti itt elkövettetek? Nyilvánvalóan nagyon sok műszaki háttérmunka volt benne, hogy ez így sikerülhessen. Azt el kell mondanom, hogy mi a beruházás elejétől tapasztaltuk azt a hatalmas érdeklődést, ami az emberek irányából mindenféle formában áramlott hozzánk, és különösen erőteljes volt ez azután, hogy tavaly december közepén meg lehetett nyitni az útpályát az ideiglenes forgalmi rend szerint. Gyalogosok kérdezték egyrészt személyesen, másrészt nagyon sok megkeresést is kaptunk, és láttuk a turistáknak az áradatát, mindenki föl szeretett volna már menni gyalog a híd. Ezért mi, látva ezt az igényt, elkezdtünk gondolkodni azon, hogy tudunk-e valamilyen formában gyorsítani a betervezett dolgokon. Nyilvánvalóan van már tapasztalatunk, egyrészt céges szinten is, hiszen az Ahid az egy nagyon régi cég, több mint 70 éves, hogy hogyan kell ilyen felújításokat lemenedzselni, de most már a Lánchíddal kapcsolatban is vannak tapasztalataink. Például az idén az egyik legnagyobb volumenű munka az volt, hogy a Lánchíd két oldalán végigfutó járdáknak a korlátait kellett odaszerelni, és nyilvánvalóan ez egy olyan munka, ami az elején lassabb abban megy, mert egy korlát az nem olyan egyszerű dolog, hogy odarakok egy elemet, aztán rögzítem és készen van, hanem itt ezek nyilván műemlék jellegű újragyártott korlátok, nagyon bonyolult összeszerelni őket. Tudtunk gyorsítani technikai folyamatokon, jobban összeszerveztük a munkát, és azt is el kell mondani, hogy persze a műszaki háttértudáson kívül szerencsénk volt abból a szempontból, hogy az idei tél, bár ugye most nagyon csapadékos részek vannak, de szerencsére nem volt annyira hideg, tehát tudtunk haladni kint a munkaterületen, és így sikerült elérni azt, hogy bár a szerződés szerint augusztus 3-a lett volna az a határidő, amikor a műszaki átadás átvétel folyamatának meg kell indulni, mert június közepéig, tehát június 15-én meg fogjuk tenni. Lehet, hogy ez nem a ti hatáskörötök, de ugye most arról beszélt Karácsony Gergely is, hogy különböző engedélyeknek kell megérkezni ahhoz, hogy augusztus 20-án már mindenki a közösségi közlekedés és a biciklisek mellett a gyalogosok is használhassák ezt a bizonyos hídat. Milyen engedélyekről van szó ilyen esetben, és általában mik ezeknek az átfutási ideje? Ez egy nagyon bonyolult folyamat, ami minden építési beruházásnak a végén ott van, még egy egyszerű házépítésnek a végén is ott van egyébként, de nyilván ezeknél az infrastruktúrális beruházásoknál sokkal több a szereplő, aki ezekben részt vesz. Már ahhoz, hogy a közúton elindulhasson ez az ideiglenes forgalmi rend szerinti közlekedés, ahhoz is kellett ideiglenes forgalmi engedélyt szerezni, ideiglenes forgalomba helyezési engedélyt. Most a beruházás végét egy nagy műszaki átadás átvételi folyamat és egy ilyen végleges forgalomba helyezési engedély megszerzése zárja le. Ez azt jelenti, hogyha a hatóságok annak az ütemtervnek megfelelően dolgoznak, ami a megszokott, és hogy mi is úgy tudunk teljesíteni, mint ahogy tervezzük, kijavítgatjuk, még ugye dolgozni fogunk, apróbb hibákat fogunk javítgatni még a Lánchídon. Hogyha mindez a tényező összeáll, akkor reális az, hogy augusztus közepére már lehessen sétálni is. Ez egy nagyon sok szereplős, főként adminisztratív folyamat, ennek nyilván megvannak a törvényben megszabott határidői. Próbáljuk meg a laikus ember szintjére lehozni ezt a beszélgetést. Eddig is ott voltunk, de akkor most a lehető legegyszerűbben elmagyarázni valakinek, hogy ha valaki fölmegy a Lánchídra, vagy mondjuk távolról ránéz a Lánchídra, mi lesz az az első szembetűnő változása számára, ami egyrészt vizuálisan megragadja, és lehet, hogy ez már ez másik kategória, mondjuk ha fölmegy rá, akkor a kényelmét olyan módon szolgálja, hogy azt mondja, hogy hű, ez egészen más, mint ami korábban volt. Ez egy műemléki hídnak a felújítása. Ez nyilvánvalóan behatárolta azt is, hogy milyen mozgásterünk van a felújítás során. Ami az első és legszembetűnőbb változást, azt gondolom, az az, hogyha valaki távolról rá fog nézni, akkor látja, hogy a láncok megújultak, illetve a kőfelületek is megújultak. Mind a kettő nagyon nagy volumenű munka volt, és a helyszínen történt meg, csak hogy így érzékeltessem a mennyiségeket, egy 4400 négyzetméternyi kőfelületet a helyszínen kellett restaurátoroknak kezelésbe venni, kijavítgatni a hibákat, megtisztogatni, illetve a láncok is nem cserélve lettek most a beruházás során, hanem ott a helyszínen kapták meg az új korrózióvédelmi bevonatrendszert, ami gyakorlatilag több rétegnyi festéksort jelent, és a hídnak ezt az új kékes-szürke színét. Ezt hogy képzeljük el, hogy leveszik ezeket a láncokat, és ott helyben kezdenek el dolgozni vele, vagy ezt valahova el kell
kell vinni, és akkor ezt egy műhelyben vizsgálgatják, tisztogatják, és akkor festegetik utána. Nagy kihívás volt itt a projekt során, hogy ezeket az elemeket nem lehet elmozdítani, tehát a lánchíd nem tudta volna magát megtartani, hogyha kiszedegetjük a láncszemeket. Emiatt rájuk kellett függeszteni egy állványzatot. Sokáig, akik közlekedtek a rakparton, láthatták, hogy a láncok maguk le vannak takarva. Ott azon az állványzaton, amit a láncokra függesztettünk rá, dolgoztak a kollégák. Ez egy nagyon-nagyon szűk területen végzett, nagyon, bizonyos szempontból nagyon monoton munka, de azt képzeljék el a hallgatók, hogy amikor a láncszemekről beszélünk, akkor sokan azt gondolják, hogy egy láncszem az egy darab hatalmas láncszem. De valójában nem, hanem ezek lánclemezek állnak össze, és azok alkotják a láncszemet, tehát közöttük nagyon apró rések vannak. Ezeket ugyanúgy ki kellett tisztogatni, és megfelelő módon elhelyezni ezeket a rétegeket, és befesteni. Ez ott a helyszínen egy hatalmas munka volt, és nagyon hosszú ideig is tartott. A láncokon pedig vándoroltak ezek az állványzatok, tehát hogy időnként odébb kerültek, és akkor azokon a részeken dolgoztunk. Ha messziről most valaki ránéz a Lánchídra, akkor különösen napos időben szerintem nagyon szembetűnő, hogy van egy karakteres színe, ami most ez a frissen festett szín, és azok a kapuzatokon vannak ezek a kőmárvány burkolatok, amiket megtisztítottunk, kijavítottunk, azok pedig napban egészen fehérek. Tehát az egész Lánchídnak van egy ilyen megújult karakterisztikája, ugyanaz, de mégis szebb, mint volt. Ezt előre eldöntöttétek már a tervezés során, hogy ez milyen színvilágban fog majd jelentkezni, vagy pedig magának a felújítás folyamatának voltak olyan apró buktatói, veszélyei, csapdái, ami által el kellett indulnatok egy olyan irányba, amire korábban nem számítottatok, de hát az élet így hozta. Egyrészt a maga kiviteli tender, tehát a közbeszerzési eljárás során már meghatározták, hogy milyen feladatokat kell elvégezni, ez nagyjából behatárolta a munkánkat. Nyilván abban, hogy milyen technológiát választunk rá, abban nagyobb volt a mozgástér, de nem szabad elfelejteni, hogy a Lánchíd az egy világörökségi híd, egy világörökségi helyszínen és egy műemlékszerkezet. Ezt úgy kell elképzelni, hogy bármi, amihez a Lánchídon az ember hozzányúl a Lánchídon, ott örökségvédelmi zsűri van, nagyon komoly örökségvédelmi szakemberek, számos mérnök megtekinti, tehát ez nem olyan, hogy mi választottunk egy színt, hanem konkrétan egy szakértői csoport választotta ki a Lánchíd színét. És folyamatosan ellenőrizték a munkátokat lépésről lépésre, hogy na itt betartatok-e mindenféle restaurátorok által meghatározott szempontot? Így van, ez különösen a kő és fém restaurálásnál ez egy hatalmas munka volt. Akár említhetném az oroszlánoknak a restaurálását is, amit effektíve restaurátorok végeztek. De hogy ugyanez igaz egyébként a kandeláberekre is, amelyek, hogyha valaki végig sétál a Lánchídon, akkor láthatja, hogy ezek megújultak. De nem csak annyit láthat, hogy megújultak, hiszen hogyha jól emlékezünk rá, akkor korábban egyágú kandeláberek voltak a hídon. Viszont a felújítás célja az volt, hogy egy ilyen idealizált képhez térjenek vissza, ezért háromágú kandelábereket kellett gyártani. Ez nem olyan, hogy valaki, szoktam mondani, nincsen Lánchídbolt, nem veszek egy Lánchíd kandelábert, hanem a szakemberek azok fotók alapján és leírások alapján rekonstruálták, hogy nézhetett ki egy kandeláber. Ezt úgy képzeljétek el, hogy akár 70-80 darabból is áll össze egy ilyen kandeláber, és azt kellett legyártani, és azok vannak most ott a hídon. Emellett nekem személyesen egyébként nagy kedvenceim van 4 darab Széchenyi korabeli kandeláber, amelyekről a felújítás során derült ki, hogy azok valójában bronzból készültek, és azért most a budai hídfőnél és a pesti hídfőnél is látszódik egy-egy, összesen 4 darab hídfő, tehát a híd mindkét oldalán és azon belül mindkét oldalon egy-egy ilyen kandeláber, amelyekről azt a döntést hozták, hogy bár a korábbi években le voltak festve, most az eredeti felszínüket mutassuk meg. Ezért van az, hogy elsétál mellette az ember, és azt gondolja, hogy ez valami nagyon új, miközben a hídnak a legrégebbi részeit jelenti. Noha már említettük a kőoroszlánokat, akkor légy mesélj ezekről, hogy velük mi történt. Az oroszlánok a felújításnak talán a leginkább ember közeli részét jelentették, ezért nagyon fontosnak találtuk, hogy minden állomását az ő megújulásoknak megfelelően be tudjuk mutatni. Ez azzal kezdődött, ugye, hogy le kellett őket emelni a hídról, hiszen hatalmas elemeket mozgattunk meg a szerkezeti átépítés során, és a festés az pedig nyilvánvalóan kosszal jár. Ezeket a szobrokat ezért nem lehetett a helyszínen restaurálni. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a Lánchíd oroszlányairól kevesen tudják, hogy valójában nem
álltak egy tömbből soha. Eredetileg is három részből álltak össze. Ezek függőlegesen vannak elvágva. Én úgy szoktam mondani, hogy mint a fejtorpotroh, azt mindenki be tudja azonosítani. Ezt a három részletet először el kellett választani egymástól, hiszen közötte cement volt, azt konkrétan ki kellett onnan reszelgetni, és aztán emeltük le őket a posztmensükről. Ezután elkerültek Újpestre, a restaurátoroknak a műhelyébe, ahol egy teljes szépészeti kezelésnek vetettük őket alá. Persze ez egy nagyon komoly szépészeti kezelés volt, és idézőjeles. Nagyon fontos volt, hogy felmérjék az állapotukat, mert nem maradt fenn dokumentum arról, hogy pontosan milyen állapotban vannak ezek a szobrok, ez most így elkészült, és aztán határozták meg a restaurátorok, hogy pontosan melyik részükhöz, milyen formában kell hozzányúlni, és hogyan kell kijavítani. Körülbelül úgy, mint ahogy egy szépészeti kezelés zajlana egyébként, csak itt nyilván vegyszerekről van szó, és nagyon hosszú időn keresztül tartott. Megkaptak olyan pakolásokat, amik eltüntették a felszínükről azokat a szennyeződéseket, amelyek gyakorlatilag 150 év alatt keletkeztek rajtuk. Ez azért volt nagyon fontos, mert hogy egyáltalán látszódjon, hogy milyen állapotban van alatta maga a mészkő szobor, és ezután lehetett csak kijavítani a szobroknak azokat a részeit, amelyek elkoptak vagy megsérültek korábban. Itt ugye ez nagyon fontos kérdés volt, hogy mindenkit érdekelt, hogy van-e az oroszlánoknak nyelve, és az oroszlánoknak van nyelve, és eddig is volt nyelve, viszont nem látszódott, mert annyira elszennyeződött a szájüregük. Úgyhogy azt például meg is mutattuk, hogy hogyan zajlik egy ilyen oroszlán fogászati vagy dentál higiéniai kezelés. És ugyanis miután ki kellett takarítani ezeket a szájüregeket egyrésztről pakolásokkal, másrésztről pedig később már orvosi rézer alkalmazásával, ami sokkal gyorsabb és pontosabb, újra fel kellett építeni a kikopott fogaikat, de csak a kikopott és kitört fogaikat, tehát hogy nem kapott az oroszlán olyan részletet vissza, ami sosem volt a része. És miután megújultak itt a restaurátoroknál, azután jöhettek csak vissza a Lánchíd hídfőire, próbáltuk a legeslegutolsó időpontot kiválasztani, amikor ugye még nem volt forgalom a hídon, de már nem veszélyeztettük az oroszlánokat, mert hogy hát ezek az oroszlán szobrok, ezek nem csak úgy védettek, hanem nyilván mi is nagyon védjük őket, különösen egy ilyen felújítás során. Megújulnak a Lánchíd avatatlan szemek elől rejtett helyiségei, a lehorgonyzó kamrákban készül a negatív víznyomás elleni szigetelés, és a gépészet mellett megújulnak a lejutást biztosító hágcsók is. Olvashattam az egyik cikkben, amit kiadtatok ti, vagy éppen a Városháza. Ezekről bővebben tudnál-e mondani néhány gondolatot? Negatív víznyomás elleni szigetelés, lehorgonyzó kamrák. Amikor én elolvastam ezeket a szakszavakat, azt mondtam, hogy fogalmam sincs, hogy ez pontosan mit jelent, de akkor léci, magyarázd el nekem. A Lánchídnak vannak olyan részletei, amelyeket, hogyha nincsen felújítás éppen, akkor gyakorlatilag csak a hídmester lát, vagy nagyon-nagyon-nagyon komoly engedéllyel bizonyos szakemberek. Ezeket, hogyha magunk elé képzeljük a Lánchidat, akkor a lehorgonyzó kamrák a hídnak a két hídfőjében vannak, tehát a partokon, mélyen, egyébként 14 méter mélyre kell lemászni ahhoz, hogy valaki lejusson ennek az aljára, és úgy kell elképzelni, mint hogyha egy ilyen hatalmas beton terembe kerülnél, amikor mögötted egyébként már a Duna van, a Dunának a szintje, és itt futnak össze a láncok, ezért fontosak ezek a lehorgonyzó kamrák, ugyanis, hogyha elképzelitek a Lánchidat, akkor ez egy függő híd, nagyon fontos, hogy a két vége megfelelően le legyen súlyozva. Itt egy ilyen lánc csatorna vezet le a föld alá, nagyon-nagyon szűk hely, ahol szintén el kellett végeznünk ezeket a korrózióvédelmi munkálatokat, tehát azok a részek is le vannak festve, és van két minden lánckamrában kettő darab hatalmas lehorgonyzó tömb. Ezek óriási fémszerkezetek, és itt fogják össze a láncokat, magát a tömböt pedig hatalmas mennyiségű betonnal súlyozzák le, hogy biztosítsa a hídnak a stabilitását. Azt tudni kell, hogy ahogy mondtam, hogy mögöttünk van a Duna, és a hídnak ezek a részei a legrégebbi, tehát ezek eredeti részek, azzal a kitétellel, hogy Pesten, amikor berobbantották a kivonuló német csapatok a Lánchídnak a pesti hídfőjét, akkor ott nagy javításokat is kellett végezni. Emiatt ezekben a területekben folyamatosan beszivárog a víz valamilyen formában. Ez egy folyamatos küzdelem. Mi most azt csináltuk a felújítás során, hogy a lehető legmodernebb technológiákat alkalmazva úgy mondják, hogy injektáltuk ezeket a falakat. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a falakban üregek vannak, kimossa egyik oldalról a víz, másik oldalról nyilván az idő megteszi, amit meg kell tennie. Ezeket a lyukakat kitöltjük, hogy ne legyenek ott üregek, amiken keresztül a víz bejöhet, és aztán pedig végig kell szigetelni gyakorlatilag ezeket a falrétegeket. Ez az a negatív víznyomás elleni szigetelés, amit felkennek rá, és ez azt fogja biztosítani, hogy bár sohasem lesz porszáraz
a lehorgonzó kamra, egyik sem, de hogy az a korábbi erőteljes vízbetörés, ami miatt mondjuk szivattyúkat kellett benne működtetni, az reményeink szerint meg fog szűnni. Az nyilván egy nagyon fontos dolog, hogy itt minden olyan területen, ami műemléki rész, és ami a hídnak az eredeti része, ott behatárolt, limitált hatókörben tudunk dolgozni, hiszen nagyon régi dolgokkal kell együtt élnünk. Tehát, hogy nyilván, ha ma már újat építenénk, akkor egészen máshogy szigetelnénk valamit. Uh-huh. Viszont itt ezek a hídnak az eredeti részei, itt a mai technológiával javítjuk azokat a dolgokat, amelyeket nem végeztek el eredetileg, hiszen még nem volt rá megoldás. Éppen ez lett volna a kérdésem, hogy akkor még, amikor építették a Lánchidat, ezekre nem volt megoldás, vagy egyszerűen nem szántak rá annyi időt, vagy éppen pénzt, energiát, hogy ez létrejöjjön. A Lánchíd építésekor a legfejlettebb technológiát jelentette. Vannak benne tökéletlenségek. Magyarországi szinten, vagy európai szinten, világszinten? Európai szinten is. Európai szinten is, tehát abszolút előremutató mérnöki megoldásai voltak, de nyilvánvalóan 1849 és 2023 között hatalmas technológiai fejlődés zajlott le, és ez nem csak a beépített anyagok, vagy az anyagok beépítésének a módjában nyilvánul meg, hanem nyilván a világ is más, körülöttünk másfajta forgalom megy például a hídon, másfajta terhelése. Tehát nyilvánvalóan gépészetre nem igazán lehetett szükség 1849-ben, mert nem működtek még ilyen típusú rendszerek, vagy egészen más volt például a közvilágítás, mint ami ma az elvárás, de mindenhez nagyon nagy alázattal, tisztelettel nyúlunk hozzá, és úgy, hogy a régi szerkezetnek a legjobb dolgait, azokat megtartsuk és megőrizzük, konzerváljuk, helyreállítsuk, amit lehet. És ezek főként vizuális részei ugye a hídnak, amiket ti megtartotok, vagy vannak olyan részei is, amit valószínű soha nem kell esetleg adott esetben kicserélni, mert azt az akkori technológiával felépítve is mondhatjuk, hogy tökéletre csináltak, és a mostani forgalmi rendet is elbírja, azt így jól mondom? Vannak olyan részei a hídnak, amelyeket át kellett építeni, és már többször átépültek. Ilyen például maga az útpálya, hiszen a tartószerkezetet azt korábban többször is le kellett cserélni. Először azért, mert volt egy hatalmas ugrás a híd elkészülte és a 20. század eleje között, tehát hogy képzeljük el, hogy gyalogosok és kocsik mentek át a hídon, aztán pedig jöttek az elektromos járművek, tehát hogy meg a benzines járművek, tehát hogy hatalmas súlykülönbség is és terhelési különbség is volt, akkor volt a hídnak egy jelentős szerkezeti átépítése vagy cseréje. Aztán a nagyon jelentős újjáépítés az ugye a II. Világháború után volt, hiszen ekkor, amint már említettem, hogy a kivonuló német csapatok berobbantották a hídnak a pesti lánckamráját, és más helyeken is ugye tölteteket helyeztek el. A Lánchíd leszakadt, erről nagyon híres felvételek vannak. Nyilvánvalóan ezután újjáépítették a hídat, de hogy az acélszerkezetet, amit most a felújítás elején mondjuk úgy birtokba vettünk, tehát amivel együtt kellett dolgoznunk, azt most például nem kellett kicserélni. Ezt úgy kell elképzelni, hogy minden, ami az útpálya alatt van, az tulajdonképpen az előző felújítás után maradt rész, viszont azokat a korróziós károsodásokat, ami azt jelenti, hogy megette a rozsda bizonyos részeit a hídnak, az darabonként felmértük, és ki kellett javítanunk ott a helyszínen. Több ezer hibáról van szó. Maga az útpálya pedig korábban egy olyan vasbeton szerkezet volt, amiről hát elrettentő fotók meg videók jelentek meg, hogy mennyire erősen korrodálódott. És ehelyett építettünk egy új acélszerkezetet. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a Lánchidat gyakorlatilag föl kellett szeletelni, úgy, mint egy süteményt a tepsiben. A szeleteket, amik a vasbetonok, azokat jöttek a bagdaruk, amik kiszolgálták ezt az építkezést, ezek ilyen futballkapú-szerű szerkezetek voltak, nagyon nagy teherbírásúak, és át tudtak menni a Lánchídnak a kapuzata alatt, ez volt a legkülönlegesebb képességük. Fölemelték ezeket a szeleteket, és kivitték a hídnak a két végére. Ezek után gyakorlatilag a Lánchíd tartószerkezetei fölött így lyukak maradtak, tehát hogyha nem lett volna ott állványzat, akkor átláttunk volna a Dunáig, és ezeket a lyukakat már modern acéltáblákkal töltöttük fel. 94 ilyen acéltábla készült, egymás mellé mindig kettő került, és ezzel gyakorlatilag, mintha összelegóztuk volna a hidat, elkészült ez az új acélpálya. És ez nem csak
azért érdekes, mert hogy modernebb és jobban együtt dolgozik a hídnak a régi elemeivel, mint a régi vasbeton, hanem azért is, mert sokkal könnyebb, és ez a régi híd szerkezet egészében véve nagyjából 15%-ot fogyott a felújítás során, ami egy ilyen régi hídnál mindig egy pozitív folyamat. Gyors kérdés a végére. Adja magát egyébként ez a kérdés, hogy meddig nem kell hozzányúlni ezután a Lánchídhoz? Most a felújítás során számos dolognak az élettartamát sikerült meghosszabbítanunk. A lánc szerkezetek, azok nyilvánvalóan megkapták ezeket a modern bevonatokat. Ezeknek az élettartama jellemzően ilyen 30 év körüli. Ez most a legjobb hozzáférhető festék. Lesz olyan egyébként, hogy a láncot kénytelenek lesztek majd, vagy nem ti, hanem majd a jövőben valakinek cserélni, mert hogy el fog használódni? Biztos vagyok abban, hogy az anyag, amikor eléri az élettartamának a végét, akkor végtelenségig nem javítható. Most ugye számos olyan dolog volt, amit a helyszínen javítottunk, de nem cseréltünk. Ez azt jelenti, hogy igen, körülbelül egy ilyen 30-40 év múlva el kell kezdeni dolgozni azon, hogy a Lánchíd újabb ilyen megújulást kaphasson, tehát újabb rekonstrukciója legyen. Ez ugye hozzátartozik az igazsághoz, hogy minden ilyen nagy felújítás között fontos az, hogy megfelelően karban legyen tartva egy szerkezet. És Magyarországon jellemzően kevés forrás jut a karbantartásokra. A Lánchíd pedig nagyon-nagyon nyitott, tehát hogy oldalról látjuk ezeket a részleteit, hogyha valaki elmegy, vagy hogyha csónakázik alatta, akkor belát egészen a szerkezetbe, ma már nem ilyen hidak épülnek. Emiatt nagyon kitett annak, hogy nedvességpára lecsapódik, befolyik oda a hólé, és ez nyilvánvalóan hamarabb megeszi a szerkezetet, mint hogyha egy modernebb, zártabb szerkezet lenne. Viszont ez egy történelmi híd, és ennek megfelelően jártunk el a felújításánál. Puskár Anett, az A-Híd ZRT kommunikációs vezetője volt a vendégem. Köszönöm szépen, hogy ezeket elmondtad. Ez volt a Budapest Percek, viszont hallásra.